közösség és azokon, akik erre a legjobban rászorulnak. Ezért kezdődött az 5. Magyar Világtalálkozó az ország egyik legszegényebb kisszabolcsi falujában, Szombaton, Aranyosalvátiban, ahol példaérték visszafogással felépült a gyermektábor. A neve Aranyos Szigeti Gyermek és Ifjúsági Tábor. A sziget szó jelzi, hogy az összefogásnak vannak olyan szigetei, vagy ahogyan az átadó ünnepségen szaharai, afrikai barátom mondta, oázisai, amelyek képesek érzetni a környezetet, a társadalmat. Ez a tábor pár száz méterre van az Ámódó Tiszaparttól, hamarosan a kárpátaljai gyermekek veszik vértukba. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, konfitársaim, barátaim, szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy ilyen sokan megtisztelték rendezvényünket, jelenlétükkel. Külön köszöntöm Schmidt Pál volt köztársasági elnök urat, kétszeres olimpiai és világbajnokat, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagját. Köszönöm, hogy eljött elnök úr. Dr. Fazekas Szabolcs, volt miniszter, Európa Parlamenti képviselő, az Európai Számítószék elnökségének tagját. Tavaly a főpolgármester úr köszöntött, hogy áttalálkozott ezen a helyen, most képviseletében helyettesét üdvözlöm, Szalai Borovics Szép Alexandrát, és innen kívánunk Tarlós és Nálónak nagyon boldog születésnapot. Üdvözlöm kontinentális díszvendégünket, Afrikát, a képviseletében megjelenteket, Angola, Algéria, Szudán, Egyiptom, Kongó, Mauritánia, Visszó-Guinea, Nigéria, diplomáciai és civil szervezeteinek képviselőit. Köszönöm, hogy a messzi országok, városok képviseletében is itt van, mint Ausztrália, Új-Zéland, Argentína, Brazília, New York, Hawaii, Ciprus, sorolhatnám, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Vajdaság határodói díszvendégük mellett Kárpátalja, Erdély, Felvidék, Burgenland, és természetesen magyarországi honfitársainkat, az állami és társadalmi szervezetek képviselőit, kulturális és társadalmi élet kiválóságait, a múltévi kitüntetetteket, a médiumok vezetőit, képviselőit. Az 5. Magyar Világtalálkozó rendezvény sorozata kapcsán először arra gondoltam, hogy a tények és a számok mentén készítek egyfajta mérleget arról, honnan jöttünk és hová tartunk. Amíg az első világtalálkozó 4 napig tartott, idén már 10 napon át zajlanak az események. A szervezésben főszerepet játszó panoráma világklubnak akkor még csak 15 társadalom volt, most 5 kontinens, mint egy 80 országát államát öleli át a 175 társadalom. Akkor néhányan szerveztük, most 12 társrendező és mintegy 30 együttműködő partner segíti önzetlenül a közös cél megvalósulását. Az akkori pár ezer résztvevő szám mostanra 30 ezer fölé ment. És nem csak a magyarokat várjuk erre a rendezvény sorozatra, hanem a velünk baráti kapcsolatokat ápoló népeket, nemzeteket is. Szóval ilyenféle beszámolóra készültem, de az Aranyos Szigeti Gyermektábor átadásának élményei átírták ezt a forgatókönyvet. Akkor erősödött meg bennem az a gondolat, hogy ennek a rendezvény sorozatnak a legnagyobb hozadéka, hogy a rohanó és globalizált világunkban jelzi, az igazi értékek mentén szükséges és lehetséges az összefogás. A világtalálkozónak az egyik nagy érték a találkozás ténye, a közös tervek készítés és megvalósítása. Nem csak az interneten látogatunk és virtuálisan cselekünk, ez is van persze, de valóságosan is megtesszük ezt, akár egy gyermektábor építés, vagy egy közös festmény, a világok virága készítése egy közös terv megvalósítása során. Az itt jelenlévő és mindannyiunk által nagyra becsült Jókai Anna író és Kozmai Imre atya ezeket a gondolatokat sokkal egyszerűbben fogalmazták meg közös könyvükben. Idézem. Az ember akkor lehet jó, ha jót tesz. És nem elegendő megcsodálni azt, aki jót tesz, hanem követni is kell. Örülök annak, hogy itt ezen az estén sok követésre méltó ember gyűlt össze. Megállunk egy kis időre a valami világunkban, odafigyelünk a másikra, és megerősítjük egymást abban a hitben, hogy érdemes jót tenni, hogy életünk minőségének a mércéje alapvetően nem a vagyon és nem a hatalom, hanem a jó cselekedetek száma. Ez az idei világtalálkozó üzenete is egyben. Többi közt ezt a célt igyekeznek megvalósítani különféle rendezvények, a Gyere haza várunk, Ókuszaszeg találkozó, a társadalmi és vallási párbeszéd fórumok, a tudományos tanácskozások, üzletember találkozó, lobby fórumok, egészségkonferencia, József Vidvaléga látogatás, Mága Zoltán koncert, Székelyföldi nap. Az utolsó 2 napon pedig a Szima rendezvény központban gyerekesen felépített világfaluban várjuk Önöket bemutatókkal, postolókkal, kiállítókkal. Előadásokat hallhatnak, neves előadókat,
találkozhatnak kiváló művészekkel, részesei lehetnek például egy palócszakadalomnak, és önök is akarják, ezer toronyból szól majd a legnépszerű 10 magyar nóta. Köszönet a társrendezőknek, a több mint 300 szervezőnek,